Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Fradi TV, az M4 Sporton. Jó estét kívánok, én is köszöntöm Önöket. Német másodedzőnk Ralf Zumdik nem csak trénerként, de jósként is megállja a helyét. Ezt a képességét ismét bizonyította. A Békés Csaba ellen nehezen megszerzett győzelem azonban nem csak erről marad emlékezetes. Egy szerencsétlen apropó kapcsán ugyanis az is kiderült, mi történne, ha valamelyik mérkőzésünkön egyetlen bíró sem lenne jelen. Kedves nézőink, készüljenek! First light breaks in the morning sky, chasing the sunrise. Békés Csaba idegenben ismét. Labdarúgó csapatunk február 13-án járt a sereghajtó otthonában, ám múlt szerdán újra a Békés megyei egyesületnél vendégszerepelt. A februári mérkőzés arról vált emlékezetessé, hogy Ralf Zumdik előre megjósolta a győztes gólszerző Pintér Ádám találatát. Ráfa beszéltünk a mérkőzés előtt, és hát sikerült elváltanom az ígéretemet, mondtam neki, hogy ma gólt rúgok, de igazából ez nem az én érdemem, hogy nyertünk, hanem az egész csapat nagyon jól dolgozott. De térjünk is vissza a mostani meccshez. Ennek apropóján ugyanis már mi kértük másodedzőnket, nézzen a jövőbe. Legutóbb csak azért sikerült megjósolnom azt a bizonyos gólt, mert a mérkőzés előtt éppen arról beszélgettünk, hogy sokkal veszélyesebbnek kell lennünk a rögzített helyzeteknél. Persze nagyon örültem, hogy Ádámnak sikerült is eredményesnek lennie. Most nem bocsátkoznék nagyobb jósatokba, maximum annyira, hogy remélem jó meccsen nyerünk majd. Akkor is örülni fogok, ha Lamá, Böde Dani vagy Radó András szerzi a gólt. Most már tudjuk, a felsorolt játékosok között ismét ott volt a győztes gólt szerző futballista neve. Ennyire azonban ne szaladjunk előre, néhány pillanatig ugyanis az is kérdéses volt, sikerül-e időben elkezdeni a mérkőzést. A találkozóra kijelölt asszisztensek közúti balesetet szenvedtek. Szerencsére egyikük sem sérült meg, ám mindannyiukat kórházba szállították. Ennek ellenére a mérkőzést mindenképpen le kellett játszani. Ha nincs élene a 6 játékfeletű, akkor is meg lett volna rendezve a mérkőzés, mivel 3 jelen voltak. Tehát a főbíró, a Pintér Csaba jelen volt, és a másik két asszisztense is. Tehát ebben az esetben meg kell tartani a mérkőzést. De itt a Gágy, hogy nagyon profi módon, már a mérkőzés előtt 2 órával szólt, hogy küldött újabb 3-at, tehát meg volt a 6. Ház Ferenctől azt is megtudtuk, mi lett volna, ha nincs játékvezető a mérkőzés helyszínén. Az a szabály, hogy 30 percig kell várni, vagy egy ilyen várakozási idő a két csapatnak. És hogyha nem érkezik akkor se, akkor a két csapatnak meg kell állapodni abban, hogy akár a nézőtéren, aki helyet foglal, és rendelkezik játékvezetői engedéllyel, végzettséggel, és ha megegyezett benne, akkor ő fújhatja a meccset. A mérkőzés rengeteg fradi helyzettel kezdődött, és a félidő végére Radó András góljával sikerült is vezetést szereznünk. Az a bizonyos második találat azonban nem érkezett meg, így szoros győzelem lett a vége. Úgy jöttünk ki a másodikra, hogy meg kell rúgni a másodikat, hogy úgymond egy kicsit simább legyen, ez nem sikerült. Így a Békés Csaba is egy kicsit az utolsó 10-15 percben kicsit be tudott szorítani minket. Igazából inkább csak szögletekből voltak veszélyesek. Hál' Istennek ezeket megúsztuk, illetve a DNS nagyon nagyokat fogott. A bajnoki szezon korai befejezése miatt sorra szerda-szombat ritmusban játssza a tétmeccseket csapatunk. Erre pedig az edzőknek és a játékosoknak is fel kell készülniük. A mérkőzések után egyetlen fontos dolgunk van, hogy fittek legyünk a következő összecsapásra. Persze arra is időt kell szakítanunk, hogy gyorsan kielemezzük a hibákat. Ez azonban előnyünkre válhat, hiszen a csapatunk nagyon jó erőben van. A Békés Csabai elleni 3 pont egy újabb lépés a bajnoki cím felé, de most menjünk tovább. Meccsnap egy kicsit megint más szemszögből, egészen pontosan madártávlatból. Miről is van szó pontosan? A Fradi sasról, melynek életét, készülődését most nézőink is láthatják. Így érkezik Visegrádról a Gupama Arénába klubunk élő jelképe. Lássuk a kulisszatitkokat. Csend, nyugalom, békesség. Ilyen környezetben tölti mindennapjait Szabó László és a Fradi sas. A hétvégi, szurkolók előtti produkcióhoz ugyanis pontosan erre van szükség. Visegrádon vagyunk,
a Lepence pataknak a partján, egy patak folyik itt el a kapunktól körülbelül 10 méter távolságra. A mérkőzéseken kívüli napokon igyekszünk a madárnak minél több munkát adni, minél többet röpíteni, azért, hogy a mérkőzéseken kapott óriási nagy pszichikai megterhelést ellensúlyozzuk egy fizikai megterheléssel, illetve két nappal a mérkőzés előtt, az pont a mai nap, csinálunk egy tréning röpülést, egy pontosan ugyanazt csinálja végig a sas, mint amit a meccsen fog. Bekerül az autóba, a szállítóládájába, elvisszük a stadionba, ott berepítjük a benkre, megjutalmazzuk, majd hazajövünk, letesszük vissza az ülőkéjére, kap friss fürdővizet, következő nap szépen leemészt, ott egy kis kézenhordozás még van szombaton, kézre veszem, hordozgatom, babusgatom, hogy beinduljanak a folyamatok, hogy intenzívebb legyen az emésztés. A szombati mérkőzés nap esetén mindig csütörtökön van a főedzés, amelyre most mi is elkísérjük klubunk élő jelképét. Indulás előtt még megtörténik a szokásos mérlegelés is. 3040, 10 g-ot tévedtem, ez jó nekünk, ma akkor azt jelenti, hogy egy mérsékelten többet fog enni, kapni, mint amennyit terveztem, tehát tudjuk 3040 g. A Grupa Marinában a gyep teljes védelme miatt a játékteret ponyva takarja. Ehhez a Fradi sasnak is alkalmazkodnia kell. A pálya közepén elhelyezkedő dobogót mindig úgy állítják be, hogy a sas könnyedén megtalálja a célpontot. Ilyenkor a próbarepülés mellett Szabó László körbe is sétálja a stadiont az állattal. A meccsnapon tehát a Fradi sas tökéletesen felkészült. Szabó Lászlónak persze akad még feladata, például a jutalomfalatok tálalása. Kétfajta húst kap a sas, van benne házi galamb, amit látjátok, ez a vöröses, ez egy energiadús, ez olyan, mint a lónak a zab, tehát ez az abrakértékű, és akkor van ez a kicsit sápadtabb, ez pedig japán fűrhús, ez meg olyan, mint a lónak a széna. Friss hideg víz, ez azért kell, mert a nedves húst az könnyebben lenyeli az állat. A húst ilyenkor még apró darabokra aprítja, majd beteszi azt a tarisznyába. A technikai részleteket is egyeztetni kell Cégány Pállal, a Fradi Média főszerkesztőjével. A mérkőzés előtt 5 percnyi idő van, amikor a sasi a légtér. A Puskás Akadémia elleni mérkőzés előtt 17 óra 50 és 17 óra 55 között kell reptetni. Most megnyugszik, hogy feladatnak vége, jutalmat megkapta, itt várunk egy pár percet még, és akkor utána lesapkázom, és akkor még nézi egy pár percig a mérkőzést, meg a környezetét, de hát akkor már a világ legboldogabb, legelégedettebb állatává válik. A gólok sorát Roland Lamá nyitotta meg, majd jött Böde Dániel pazar fejese és 11-es gólja. Végül pedig Radu András bombázott védhetetlenül a kapuba. A vége 4-0-ás kiütés. Érdekesség, hogy fiatal játékosunk 5 góljából már a harmadikat rúgta a 16-oson kívülről. Egyébként ez abszolút nem volt rám jellemző, régebben nem lőttem távolról gólokat, inkább főleg akciógólokat. Hát örülök, hogy most ezzel is bővült úgymond a repertoár, hogy messziről is szerzek gólokat. Örülök, hogy ez most is sikerült. Most hál' Istennek tényleg jól sültek el ezek a lövések, az első félidőben is volt egy-két távoli próbálkozásom, azok annyira azért nem sikerültek jól, de hát szokták mondani, hogy lövésből lesz a gól, úgyhogy próbálkozni kell, úgyhogy biztos nem csak én, többiek is fognak próbálkozni. És hát reméljük, hogy minél több gól fog belőle lenni. A fradistákhoz nem csak a sas, hanem néha a gólya is ellátogat, és bizony egy piros lap is óriási örömet okozhat. Emir Dilaver kiállításának köszönhetően ott tudott lenni második kisfia születésénél. Játékosunk büszkén mesélt a kis csöpség érkezéséről, akit már zöld-fehér babaruhákkal is elhalmozott. A vásárlásra természetesen mi is vele tartottunk. Emir Dilaver immár két gyermekes apukaként lépett a kamerák elé. A Honvéd elleni mérkőzésen még bosszankodott, miután kiállították, ám végül emiatt alakult minden tökéletesen a számára. Játékosunkat ugyanis egyéni edzésterv mellett néhány napra hazaengedte Tomás Doll. Emir pedig a legjobbkor, második fia születés előtt érkezett vissza Bécsbe. Mindenről már babaruha vásárlás előtt beszélgettünk vele. I come home and late at night, I was at 11 o'clock at home, I go with the train.
And in the morning, my wife wake up like 7 o'clock or something. Este 11 órakor értem haza vonattal, másnap reggel 7 óra körül kelt a feleségem, és mondta, hogy nagy fájdalmai vannak, jön a baba, ezért menni kell a kórházba. Micsoda? Kérdeztem vissza. Az nem lehet, aludj vissza, ez még túl korai, 4 hetünk van még addig. De érezte, hogy mindenképp indulnunk kell. Egy csapásra nagyon stresszes lettem, felöltöztettem a kisfiunkat, hívtam az édesanyámat, hogy érte tud-e jönni, majd indultunk is a kórházba. I called my mom, come here, take the baby. And we go in the hospital and she... Hatalmas fájdalmai voltak, csak annyit kértem tőle, hogy ne az autóban kezdődjön meg a szülés. Pont láttam ugyanis nemrég egy videót, ahol a kocsiban jött világra egy kisbaba. 7:30-kor értünk be a kórházba, 9-re pedig már meg is született a fiam. Kicsit persze megijedtünk, de miután az orvos mondta, hogy minden rendben van, nagyon boldogok voltunk. But after that was very nice because everything was good and the doctor say always very good and we was only happy and it was much easier after this. Emir abba is beavatott minket, mi történt a szülőszobában és hogyan alakult az első beszélgetés feleségével. You know, she has the pain and I say, Shatsi, you must do this, you know. And she say, shut up. Éppen hatalmas fájdalmai voltak, próbáltam neki segíteni. Mondtam, hogy meg kell csinálnia. A válasz csak annyi volt, hogy fogjam be. Persze érthető volt ez egy ilyen nehéz helyzetben. And we have some problems with the insurance before. Ami még érdekes történet, hogy az elmúlt időszakban problémáink voltak a biztosítással. A klub azonban segített nekünk, így a feleségem és a nagyobbik gyerekem néhány napja megkapta azt. Ezért, amikor világra jött a baba, a feleségem először csak annyit mondott, semmi baj, van biztosításunk. Bár bosnyák játékosunk még csak 25 éves, már 2 gyermekes apukának mondhatja magát. Emir számára minden így alakult a legjobban. In Bosnia we say one is like nothing, two is like one. Boszniában azt szoktuk mondani, egy gyerek nem gyerek, 2 gyerek egy gyerek, és így tovább. Nekem is van egy fiú testvérem, mindössze 1,5 év van közöttünk. Állandóan harcoltunk, játszottunk, és ha kellett, persze segítettünk is egymásnak. Ezért is örülök, hogy ez a hagyomány folytatódhat. Korábban úgy hallottuk, igen nagy gondot okozott, hogyan is hívják a korán érkezett kisfiút. Emir fejében nem volt sok használható ötlet, ellentétben a feleségével. She look, she have some names, she have it already. She look in the second month, she look, I say. Ő már 2 hónapos terhesen nézte a neveket. Engem is megkért legutoljára néhány héttel ezelőtt, és bele is néztem az utónévkönyvbe, de valahogy nem találtam az igazit. I look, look, look some names. And after I say, I don't know, I cannot find. Aztán a kórházban megkérdeztem, milyen nevet szeretnék, fogalmam sem volt. Ő a Saidot javasolta, mivel rengeteget szenvedett és minden erejét adta ezért a babáért, természetesen beleegyeztem. Was very good and I say, yeah, if you want take it, you know, it's a nice name for me. Az izgalmas történetek elmesélése után játékosunkkal átsétáltunk a Fradi shopba. Emir lelkesedését látva, biztosak lehetünk benne, hogy mindkét kisfiából igazi Fradi szurkoló lesz majd. Örülünk az ifjú fradistának és gratulálunk szüleinek. Önök is emlékezhetnek Jóva Levente, majd Bognár Enikő Fradi médiás videoblogjára, melyben törökországi edzőtáborozásukat mutatták be játékosaink. A történet most a Grupama arénában folytatódik, ahol Enikő a Puskás Akadémia elleni mérkőzés napján látogatta meg a fiúkat, és ha már ott volt, stadionunk legrejtettebb, legtitkosabb zugaiból is készített felvételeket. Sziasztok, itt vagyok a meccsen, srácok már melegítenek, most indulnak be az öltözőbe, úgyhogy most megyek és